Gratulálok. Mit jelent nektek ez a mai győzelem, hiszen ugye hajrában fordítottatok, Karamoko első labdaérintéséből tulajdonképpen, tehát tényleg ilyen meseszerű volt a vége. Köszönjük szépen. Ez egy nagyon nagy győzelem volt tényleg. Úgy gondolom az első félben nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy terveztük, de az első 25 perc után szerintem kialakult, hogy mit is szeretnénk játszani, és szerintem jobban is játszhatunk, mint az első 25 perc, a második félidőben pedig tényleg meg volt a helyzeteink. Már csak szerintem igazából az volt a kérdés, hogy mikor fogunk gólt lőni, és szerencsére a vége előtt lőttük még a gólt, szóval még volt hát egy 10 percünk, és ez tényleg ez a Karamoko, szóval ez egy nagyon nagy első labdaérintés gól volt, szóval gyönyörű volt a gól is. De ugye lőhettetek volna, ha még hamarabb gólt, ugye volt az a 11-es szituáció. Ott mennyire volt benned egy picit a para, hogy így fogalmazzak, hogy esetleg a visszavont 11-es és a visszavont sárgalap után esetleg te kapsz egy sárgát, ami neked a második lett volna a meccsen? Igazából én úgy terveztem, hogy azt szerettem volna, hogy elviszem a kapus mellett, nyilván hosszan vettem át egy kicsikét, és ahogy hozzám ért a labda ki, igazából az egyensúlyomat elvesztettem egy kicsikét. Én tudtam, hogy nem büntető, de amikor a VAR visszanézte, akkor egy picit izgultam, nem mondom, hogy nem izgultam, de tényleg nem akartam elesni. Szóval ez nem volt a fejemben, mert tudtam már, hogy van egy sárgalapom, és azért egy sárgalap az ember azért nem színészkedik, mert most már van VAR, visszanéznek minden, szóval szerintem ez nem volt másik sárgalap. Pályán maradhattál, így kaptál Katonától egy remek paszt, és aztán talán egy még szebbet adtál ugye Castratinak. Elmeséled, hogy élted meg a szituációt, milyen volt? Hát igazából ez egy gyönyörű támadás volt, szerintem hátulról kezdtünk el építkezni, aztán egy oldalváltás követően, ahogy te is mondtad, Matyitól kaptam egy labdát. Én igazából arra koncentráltam, hogy a kapus és a védősor közé, amilyen erősen tudjam lőjem be. Castrati ott volt hosszún, és szép gól volt tényleg. Ez egy olyan pillanat volt, amikor el is hittük, hogy ezt a meccset meg is tudjuk fordítani, és hál' Istennek ez is lett a vége. És ugye utána jött a már említett Karamoko gól. Gólról kevesebbet beszéljünk, inkább arról, hogy milyen volt utána az ünneplés, hiszen gyakorlatilag kispad, cserék, mindenki, ahogy néztem, szurkolók is, mindenki gyakorlatilag egy kupacon, aki lehetett. Igen, ebből is látszik szerintem, hogy mennyire pozitív hangulat a csapaton belül. Nem is azért, mert egyre több mérkőzést nyerünk, hanem egyre jobban tényleg odafigyelünk, oda koncentrál mindenki, stábtag, játékosok. Szóval ennek nagyon örülök, tényleg olyan családias a hangulat. Nyilván persze az egész pad jött, örült. Nagyon örülünk tényleg ennek a fontos győzelemnek. És hogy látod egyébként, mi fordult meg? Mert most tényleg jó ránézni a tabellára, de mondjuk, ha visszamegyünk egy kicsit az időben, akkor volt ott szeptember közepén, ugye akár a kupabúcsú, meg amikor nem jöttek az eredmények, és nagyon hátul volt a csapat a kiesési zóna közelében, sőt ugye állt kieső helyen is a csapat, hogy most viszont Diósgyőrt 4-0-ra ma sikerült az Újpest ellen fordítani, tehát mind olyan csapat, amelyik vagy a dobogón áll, vagy a dobogón állt korábban. Úgy gondolom, hogy szerintem annak is köszönhető, hogy ugye 4 védőre átálltunk most 5 védőre. Szerintem így jobban is tudunk védekezni, de ez, amit lehet volna, szerintem ez nem is 5 védő, hanem ugye 3-5-2, és a Barnival én teljesen föltolódok, és én a szélső védőket fogadom. Szóval szerintem ül a csapatnak, mindenki beleteszi munkát, mert igazából ez a letámadás csak szerintem úgy ül, hogy tényleg mindenki fut, mindenki hajt. Ezt ma is láttuk, hogy mindenki 100%-ig beletett, ez az első perc, az utolsó percig. A sajtótájékoztatón Bartozsáláknak is mondtam, hogy most jó fehérvári szemmel ránézni ugye a tabellára, a csapat 3 pontra van a dobogótól, de nyilván, hogyha jönnének az idegenbeli győzelmek, és akkor még szebb lehetne ez a tabella a Vidi szempontjából. De hogy látod, mondjuk jövő héten mentek a Fradihoz, és több mint egy éve nem nyert idegenben a csapat. Mi kell ahhoz, hogy nyerjen, és mi kell ahhoz, hogy pont a Ferencváros otthonában nyerjen a Fehérvár? Igen, az előző Fradi ellen idegenbeli mérkőzésen 2-2-t játszottunk ott. Az egy tényleg olyan mérkőzés volt, hogy akár meg is tudtuk volna nyerni azt a meccset egy kisebb szerencsével, de akkoriban még a szerencsése volt velünk.
De szerintem én most bízok a csapatba, és nem feltett kézzel fogunk szerintem oda menni, ez egyértelműen. Szóval ki szeretném jelenteni, hogy bátran fogunk támadni, le is fogjuk a Fradit támadni, amikor igazából tudjuk, jó, nem lehet bután menni előre, mert tudjuk tényleg, hogy a Fradi milyen játék előtt képvisel, milyen játékosaik vannak elő-hátul, gyorsak, az átmeneteket szerintem nagyon jól játsszák le, de tényleg még egyszer szeretném, hogy nem feltett kézzel szeretnénk oda menni. Egy újabb gólpassz? Benne lennék, a gólt várom magamtól, de ebbe a pozícióba szerintem sokkal értékesebb egy gólpassz, kiegyeznék megint egy gólpasszal.